Köszöntjük Önöket, sziasztok! 2017. szeptember 14-e a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia és a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium diákjai számára az egészséges mozgás jegyében telt. Tanáraink olyan játékos, de egy olyan sportos versenyszámokat találtak ki, melyek nem csak az iskola területén, de a város különböző pontjain is zajlottak, mint például a helyi erdőben vagy a focipályán. Sőt, zöld aktivistáink bicajra pattantak és elindultak Csicsó irányába. A Turizmus Világnapja a regionális idegenforgalmi menedzsment diákjai számára egyet jelent, mégpedig azt, hogy egy tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. Idén, szeptember 27-én buszra szálltak, elindultak Kistapolcsányba és Malonyába. Vítám vás, ahojte! 14. september sa na našej škole vniesol v znamení pohybu vďaka Dňu ochrany života a zdravia. Naši pedagógovia pre nás vymysleli množstvo disciplín, a to nielen v priestoroch školy, ale aj v miestnom lesoparku. Mohli sme si zmerať svoje sily a preveriť si vedomosti až v 5 disciplínach, či už je reč o hode granátom, orientácii v teréne, alebo preverení si vedomostí zo zdravovedy alebo z dopravnej náuky. A to nie je všetko. Aktivisti zelenej školy zorganizovali cyklotúru do Číčova k jazeru Lyon. Hlavným cieľom tohto dňa bolo to, aby sme si čo najdôslednejšie uplatňovali zdravý životný štýl na našej škole a aby sme si uvedomili jeho dôležitosť. Ďalej, k príležitosti Dňa svetového turizmu 27. septembra sa študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej exkurzie v Topolčiankách a Mliňanoch. V Topolčiankách si najprv pozreli zámocký park a kaštiel, ktoré patria medzi najkrajšie ukážky staviteľského umenia na Slovensku. Tam si pozreli neskôr aj Národný šrepčín a aj Hypologické múzeum. V Mňanoch mali možnosť preskúmať arborétum s rozlohou až 67 hektárov. Az idei évben néhány kreatív változtatásra került sor az élet- és egészségvédelmi napon. A diákok nem csak az iskola területén belül oldhatnak meg különböző ügyességi játékokat, de amint láthatjuk, akár a focipályán is. Következő célállomásunk felé tartunk, amit megelőz egy kellemes erdei séta. Hol is tanulhatnánk meg jobban tájékozódni, mint a természet lágyölén? Itt áll mellettem Marci és Kiki az első CM osztályból. Milyen játékot játszik jelenleg az osztályok többsége? Jelenleg az osztályunknak egy ökoszisztémai feladatot kell megoldani. Elsősök vagytok, ugye Kiki? Mit gondolsz, sikeresen meg fogjátok tudni oldani ezt a játékot? Hát próbáljuk a maximumot kihozni ebből a játékból, és szerintem igen. Rékával arról beszélgetünk, hogy az utolsó előtti célállomásunknál milyen ismereteket szerzett. Van lehetőség tájékozódni, hogy mindenki ismeri iránytűvel, bár mostanság modernebb GPS-eket használnak. Én személy szerint nem bízom az ilyesmit a kütyükre, de egyébként ilyenek nélkül is nagyon jól lehet tájékozódni. Például moha mindig a fa északi részén nő, mert nem kedveli a napos környezetet. De ez nem mindig jó, mivel hogy az erdőben ugyebár több mindent takarja a fák oldalát. Ezért lehet még iránytűvel, buzolával tájékozódni, vagy ha mágneses térben tartózkodunk, és ezek nem működnek, akkor lehet még egyszerű karórával is tájékozódni, de nem a digitális fajtával. Az utolsó célállomásunkhoz értünk. Attila, mi volt a feladat? Az utolsó feladatban megtanultunk iránytűvel tájékozódni. Ráhangolódtunk a tanévkezdésre. Vidám diáksereg, furfangos tesztkérdések, sport és csapatjátékok, s nem utolsó sorban egy fantasztikus délelőtt.
Hát így telt az Élet és Egészségvédelmi Nap a Kereskedelmi Akadémián és a Korvin Mátyás Gimnáziumon. Megérkeztünk a Kistapolcsányi Nemzeti Méneshez, amelynek az a feladata, hogy megőrizze azokat a fajokat, amelyek nemzeti kincsnek számítanak. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation. Anna, mi volt a legérdekesebb dolog, amit ma tanultál? A legérdekesebb dolog, amit ma megtanultam, hogy a fehér lipicai lovak sötéten születnek és idővel kivilágosodnak, a nevüket az apjuktól kapják, amik fel vannak tüntetve a karán oldalán. A háttérben azok a díjnyertes lovak láthatóak, amelyek a lipicei fogadhajtó bajnokságon 70 országból a 15. helyet érték el. Jelenleg az egykori csehszlovák köztársasági elnök Kistapolcsányi rezidenciájánál állunk, amely manapság étteremként és látogatható kastélyként szolgál. A kastély udvarában kérdezem Patriciát arról, hogy mit is láthattunk tulajdonképpen bent a kastélyban. A kastélyban láthattuk régi idők kiállított bútorait és szobrait, különböző stílusban, például barokk, reneszánsz és rokokó. Szerintem ez a kiállítás nagyon érdekes volt. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Fanni, mi a kirándulásunk utolsó pontja? A kirándulásunk utolsó pontja, hogy kiszabadultunk a nagyváros zajából a Malonyai Arborétumba, ahol sok egzotikus virágot és sok zöld növényt láthatunk. Véleményem szerint ez mindenkinek örök élmény marad. Mai adásunk ezennel véget ért. Lucsi, ez a Svámi Vivi. És Eszti.